Nem is olyan régen Nóter Méri nagy örömmel jelentette be a Mokkában, hogy kisbabát vár, azóta viszont sorra jelennek meg róla olyan cikkek, melyek ezt cáfolják, sőt, arról is írtak, hogy a hétvégén kórházba került. Most itt van velünk a Mokkában, hogy elmesélje, mi is történt vele az utóbbi időben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusztok! Mi nem akarunk neked menni, mi nem akarunk téged bántani, de vannak bizonyos kérdések, amiket fel kell tennünk. Így van. Elsőként az, hogy valóban terhes vagy-e? Így van, terhes vagyok, várandós vagyok. Mert ugye nagyon sokan mondták azt is, hogy 5 hetesen az ember még nem áll a nyilvánosság. Hát most már 6. Most már 6, nem most áll nyilvánosság elé, és nem jelenti ki azt, így hogy van. Ilyen nagy örömmel, hogy... Így van, csupán ezt nem tudtam volna tovább titkolni, igazából sok ember előtt. És hát miért ne osszam meg a boldogságomat, ha már igaz, tehát pont abban az időszakban vagyok, hogy nagyon kell vigyáznom magamra, és így van, múlt héten kórházba is kerültem, viszont nagyon-nagyon jól vagyunk, nem ez miatt. Igaz, hasi fájdalmaim voltak, viszont országos szinten egy vírus van jelen, és infúziót kaptam tulajdonképpen, mert hát mindenki jött belőlem, nem maradt meg semmiben. Nem, viszont ezt az információt nem tőlem tudják, hiszen értesíteni kellett az ex-menedzsmentem által az akkori megrendelőt, hogy miért is nem tudok jelen lenni a koncerten. És hát orvosi papírra kellett igazolnom, hogy ezért is ezért. Jó, tehát és a babával minden rendben van? Minden rendben, köszönöm szépen. Hiába szeretnék olyan sokan, hogy ne legyen rendben, vagy hogy ez ne így legyen. Köszönöm szépen, igen. Ki a baba édesapja? Ki a baba édesapja? Egy Dávid nevezetű férfi, akivel körülbelül 5,5 hónapja, 6 hónapja vagyunk együtt. Akinek a vezetéknevét nem is akarod mondani? Hát nem mondom el, de mert hogy szükséges. Megbeszéltétek, vagy óvód védett? Ja, persze, természetesen, hogy. Miért jelentettétek be ilyen korán egyébként? Elkísért ide is? Itt van veled? Hát odakint várakozik. Tehát akármibe autóban. Is mutatkozhatom autóban. Majd neki a beszélgetés. Hát ha szükséges, akkor persze természetesen, de... Mert hogy ma az is megjelent az egyik, a Story magazinban, nincs ebben mit titkolni, hogy 2 éve egy nővel élsz együtt. Tehát tulajdonképpen te a saját nemedhez vonzódsz, ezt állítják. Igen, ezt sejtetik, nyilván így van. De mint azt a videóban is kifejtettem, tehát én ezt... Ezt nem így mondanám el, meg azért nézzék már meg azokat a képeket, hogy van ahová a kis rólad húgom. Paparazzi fotók, ahol látható ez a hölgy. Hát közzétettél egy videót, így ha valaki esetleg nem látta, van ez egy 4 perces videó, amiben elég sok mindenről beszélsz, de ott sem mutattad meg a párodat, én megnéztem ezt a videót, hanem bemutattad édesanyját, mert nem akarod ott állt velem szembe, mint ahogy apukámat sem például. Igen, de miért ennyire? Miért titkolod ennyire, hogy ki ez a fiú? Hát megígérem, hogy nem fogom akkor ennyire titkolni, hogyha ennyire érdekli a nagy közönséget, így van. Viszont el kell, hogy áruljam azt. Amikor ez a fotó készült, nekem bizonyítékaim vannak, mert aznap is készültek rólam fotók, viszont azt nem tudom, hogy... Tehát én észrevettem egyébként ezt az embert, aki lefotózott engem, sőt, 2 voltak. Láttam, hogy távcsővel néznek. De azt nem tudom, hogy miért nem mutatják, hogy akkor sem csupán ennyien voltunk ott, hiszen a házam az felújítás alatt áll. Nem tudom, miért nem mutatták azt a varrónőt, aki az ablakba állt, és csipeszelte fel az új függönyöket, vagy éppenséggel a mesterembert, aki mellettem volt. Nézzék meg azt a fotót, hogy milyen riadtan nézek, akkor észrevettem. Azonnal szóltam a szüleimnek, a páromnak is, hogy valaki engem néz. Utána is mentem, nem vagyok egy... Hát most bocsánat a kifejezését, egy beszari csaj. Én beültem azonnal az autóba, tudom egyébként, hogy kik ezek a személyek, beültem azonnal az autóba, és utána eredtem, ugyanis a mögöttem lévő dombról néztek engem. Körülbelül 10 perc múlva ért oda a családom, de mire fölértem én oda, de ez egy percnyire volt tőlem, addig az nagyon-nagyon gyorsan elhúzta a csíkot. Drága, térjünk vissza ahhoz a gondolatmenethez, amit én elkezdtem. Jó, rendben. Mert a videót nem biztos, hogy mindenki látta, vagy tudja, miről van. Nézzék meg. Pisti rákérdezett. Ki ez a hölgy? Ez a hölgy a legjobb barátnőm, és őneki is köszönhetek nagyon-nagyon sok mindent, de van, ahol az édes kis húgom van. Van, ahol a húgod van. Igen. Melyik a húgod? Aki például... Ja, ő ott van, igen, igen. Itt lejjebb van. De róla azt kell tudni, például, hogy olyan fotókat közöltek, már bocsánat, hogy a szabadba vágok, de ahol még ők fizettek, hiszen ez egy, ők megrendelők voltak, és olyan fotókat tettek közé, ami látszik is, hogy koncertfelvétel, ami több mint 2 évvel ezelőttiek, amit leszettek, én is nemrég értesültem. Jó, a képmással való visszaélés az egy másik jogi kategória, nyilván majd te eldöntöd, rendben. Hogy mit szeretnél, vagy mit nem. Erről a hölgyről mit lehet tudni azon ki, vagy a legjobb barátnődő veled él? Hát ezt nem így mondanám, hogy velem él, de ő is ott nagyon sokat tartózkodik, így van nálam. Mint ahogy a húgom, mint ahogy édesanyámék, sőt már anyámékkal tulajdonképpen majdnem egy hete élek fedél alatt, hiszen én mondom,
tehát láttam ezt, és nagy riadalom volt, hogy most mi van, ki akarnak már csinálni, vagy most mi fog történni, tehát hogy értsétek, és nagyon sokan kihasználják ám a betegségemet, én jeleztem ezeknek a személyeknek egyébként, hogyha jobb lesz, leállítják magukat, hát akkor még többen vettek engem körül. Ki akar téged bántani, és miért? Nézd, olyan személyek, akik szerintem rossz fényt szeretnének rám vetni, akik tulajdonképpen most meg szeretnék azt gátolni, hogy én önálló lábamra álljak, és ne egy robot legyek, egy pénzhajhász robot, hanem hát akik nem engedték, hogy tulajdonképpen én igazat valljak magamról. Miri, megint visszamennék a saját gondolatmenetemhez, illetve a logikus kérdésekhez, hogy ugye a Story magazin azt állítja, vagy azt mondja, hogy több koncertedre is elmentek, ahol igen, mindig ott volt ez a hölgy. Hát nem mindenhol, mert van, ahol az édes kis húgom van. Ő rendszeresen elkísért téged a koncertekre? Nem mindig van. Lelki támaszt ad, vagy miért? Nem, fontos, van, amikor anyukám. Tehát velem mindig van valaki a zenekaromon kívül, illetve a személyi testőrömön kívül. Én ezt el is mondom. Dáviddal együtt élsz? Dáviddal igen, de van, amikor ő Debrecenbe tartózkodik. Mert a munkája oda köti? Igen. De akkor sokat van nála. Hát tehát, meg én is ott. Tehát ez úgy működik, hogyha... Tehát én egyedül soha nem mozgok. Nem csak azért, mert most beteg vagyok, nem fogok én erre mindent, hanem mert egyrészt, ha bemegyek akárhova és fölismernek, tök mindegy, még sapkába is, egyből letámadnak. De nem. Tehát én egyedül soha sem mozogtam, és nem is fogok mozogni, nyilván mert szükségét érzem annak, hogy mellettem legyen valaki. Akár oda jön valaki, akár lelkileg, bármire lehet ezt fogni, de ez megbotránkoztató, illetve én tegnap bementem ehhez alaphoz, mert nem tőlük informálódtam, hogy áskálódnak ellenem, és ügyvédemmel mentem be, és jogi útra fogjuk mindenképpen terelni a dolgot, mert valóság alapja nem sok van ennek. Jó, menjünk tovább akkor. Mind a Borsnak, mind a Bliknek nyilatkoztál, azzal kapcsolatban, hogy volt egy nagyon sötét időszaka az életednek, amikor a drogokhoz menekült, és rendszeresen használtad egy pár hónapon keresztül a drogokat. Miért tartottad fontosnak ezt elmondani? Kicsit olyan, mintha előre menekültél volna újabb támadások, vagy újabb pletykák elől. Nem így van. Én ezt szerettem volna hamarabb is közölni. Viszont én, amit elmondtam a videóban, én nem férek hozzá körülbelül már 2 hónapja, annyira sem a személyes, illetve a rajongói Facebook oldalamhoz, hogy bármit én posztolhassak, bármit kérhassak. Amikor ezek a problémák voltak velem, tehát ez egy körülbelüli 2 éves időszak, amit én most így elhiszem, hogy hihetetlen meg, olyan lehetetlennek tűnő, de én is ember vagyok, és vannak, akik sajnos csak robotnak néztek engem, de ez mindez időközben történtek velem, aztán gondok, amit én nem hozhattam nyilvánosságra, pont a karrierem érdekébe, hogy mások esetleg ne csalódjanak bennem, hogy gördülékenyen menjenek a koncertjeim, stb. Tehát nekem a hétköznapokban szinte a hétvégi koncertidőszakra kellett felkészülni, oly annyira depressziós voltam, és olyannyira megviselt, hogy persze lehozták rólam azt a cikket, hogy 45 kilóra lefogytam. Hát hogy ne fogytam volna le, amikor a kórházból hoztak ki, pont az miatt, mert a legdurvább merényletet akartam elkövetni ellenem, és már mindenki el akart költöztetni. Gyilkos akartál lenni? Nézd, nem szeretnék ebbe belemenni, én azt gondolom, hogy ez egy holnapi következmény, de igen, ezek az emberek pontosan tudták azt, hogy velem mi történik, akik nyilatkoztak úgymond sokszor, hogy személyembe is, és takargatni próbálták ezeket a dolgokat. Mikor álltál le a drogokkal? Nézd, ez egy 3,5 hónapos időszak volt, amit én el is mondtam őszintén. De ez a terhességedet nem befolyásolta. Jaj, nem, ez a tavaly, ez tavaly, még tavaly. Tavaly volt. Tavaly. És kezeltek pszichiátrián? Először pszichológus segítségére volt szükségem, aki átküldött egy pszichiáterhez. És mindezt alá tudom támasztani, ha szükséges, bármit. Tehát én nem akarok ezt... Kellett elvonó kurán részt venned? Nem. Nem volt annyi lélekerőm, és tulajdonképpen, tehát tényleg méltatlannak találtam én. Utána, amikor ezek az emberek, akár a legjobb barátnőm, akár az édes testvérem, és akár a szüleim, És tényleg minden olyan barátnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindvégig, és most is mellettem állnak, és szent kötelességem őket megvédeni, például ilyen rágalmazó dolgokkal szemben is. Igen, az nagyon szörnyű, amikor tehát az ember kibírja, mert közszereplő, de amikor a szeretteit bántják, igen, az... Igen, és én megmondom őszintén, hogy ezért hoztam létre egy saját Facebook profilt, hogy én ezeket közé tudjam tenni, mert amikor én észrevettem, hogy engem
fotóznak, és én utánuk is mentem, de nem volt annyi bátorságuk, hogy velem szembe állnak, viszont nagyon jól tudom, hogy kik fotóztak, én jeleztem is ezt számukra. És ezt az ügyvédem is tudja alátámasztani, velek közöl veletek ezek a dolgok, megmondtam előre, hogy meg fogom tenni azokat a jogi lépéseket is. Igen, az, hogy valakiről lesi fotók készülnek, az még hát de én ezt tudtam, én ezt tudtam, és én úgy gondoltam, hogy leszek olyan bátor és vagány csaj, hogy akkor igen, mielőtt felhasználják ezek az emberek azt, amit rólam mondjuk tudnak, hogy akár drogoztam, akár mivel kerültem kórházba, akár tök mindegy, ki akartam magam már csinálni, mert ők nem voltak hajlandóak tudomásul venni, hogy velem problémák vannak, és nem első és mindenek feletti a pénz. Most viszont, Méri, arra kérlek, hogy vigyázz magadra, jó? Tehát a kisbabád miatt is vigyázz magadra, és ilyen sötét gondolataid most ne legyenek. Nézd, nincsenek, és még erősebb vagyok, mint vala, és köszönöm, hogy lehetőséget adtatok arra, és köszönöm a TV2-nek, hogy lehetőséget adott nekem pont mára, hogy így minden összejött. Bár igaz, már napok óta szinte alig-alig alszom, mert nagyon feszült a helyzet, de én erős maradok, és kiállok mindenkiért. Köszönjük szépen, hogy válaszoltál a kérdéseit. Köszönöm nektek.